Egy 30 éves nő és egy fekete macska szerelmének története Magyarországon. Volt már egy UFO, aki azért jött Budapestre, hogy magával vigye Zalatné Saroltát, nem sokára kapunk egy házi pálinkát, amivel vissza lehet utazni az időben, de nyakunkon van már egy 30 éves nő, aki beleszeret egy macsó macskába. A magyar filmgyártás folyamatosan újabb és újabb furcsa produkciókkal sokkolja a hazai mozi közönséget. Most éppen Szelenczky Rozália ötletében láttak annyi potenciált, hogy 100 millió forintos gyártási támogatást szavaztak meg neki. A Cikaverzum egy 30 éves lányról, Fániról szól, aki a múltja miatt már rég lemondott róla, hogy szerelmes legyen. Ám egy napon egy fekete macska kezd el udvarolni neki. Fáni hiába sikeres építész, szíve mélyén mégis megmaradt kislánynak, ezért bedől a macsó macskának, annak ellenére, hogy a kandúr hangját csak is ő hallja. A szokatlan románc egyre különösebb fordulatokat vesz, míg nem Fáni a narcisztikus macska miatt olyan mélyre kerül, hogy majdnem mindent elveszít, ami addig fontos volt neki. De vajon mit szól ehhez Mihály, a macska sármos gazdája? Az abszurd romantikus komédia forgatókönyvét Szelenczky Rozália rendező Kemény Zsófival közösen írta, operatőre Mö, Deák Kristóf, producere Iványi Petra, a főszereplő Fánit Törőcsik Franciska alakítja. A Cikaverzum az RTL Magyarország koprodukciójában készül, fejlesztése a Nemzeti Filmintézet pályakezdő alkotókat segítő inkubátor programjának támogatásával valósult meg. NFI